Sziasztok, Abby Lewis vagyok, Amerikából jöttem, és ez itt a magyar YouTube csatornám. Először azzal szeretném kezdeni, hogy köszönöm szépen a sok feliratkozás, meg hozzászólás, meg lájkolás. Nagyon-nagyon hálás vagyok, értetek? És hirtelen csomóan találtatok a csatornámra, és kértétek, hogy csináljam még videókat, és amiatt nagyon hálás vagyok. Megmondom őszintén, azért nem csináltam az utóbbi másfél év alatt, mert megint várandós lettem, szültem a második fiamat, és az egész várandóság alatt nagyon-nagyon rosszul voltam. Hány ingerem volt egy folytában, meg nagyon fáradt voltam, meg nem nagyon fért bele az időmbe, de most meg gondoltam, belekezdek újra, mivel olyan sokan hirtelen mondtatok, hogy szeretnétek még látni videót. Úgyhogy ma ilyen kérdésekre fogok válaszolni. Azért találtam ki ezt a videót, mert ezeket a kérdéseket mindenki akar tudni, amikor legelőször ismerkednek velem. Bárkivel találkozok, bármilyen helyzetben, mindig ezek az első kérdések, amik előjönnek. Úgyhogy gondoltam, ez egy ilyen lehetőség jobban megismerni engem, és hallani arról, hogy miért jöttem Magyarországra, meg ilyenek. Úgyhogy az első kérdés, a leggyakoribb, az egyik leggyakoribb, az azt, hogy nehéz volt-e a magyar nyelvet tanulni. Hát, gondolhatnátok, hogy mennyire igen, nagyon nehéz volt, és nagyon hálás vagyok azért, hogy mai napon ennyire jól beszélek, mert nagyon sok munkát belefektettem, de egyébként szerintem ez egy isteni áldás is, hogy ilyen szépen tudok beszélni, meg mesélek is arról, hogy mik történtek az elén. Az volt, hogy nagyon sok barát segített nekem, igazából a szabadidőmben egyfolytában tanultam, meg igazából az volt a szabályom, hogy nem szabad angolul beszélni magyarokkal. Ez így nagyjából ment, voltak olyan kivételek, amikor valakivel így nagyon akartam barátkozni, és igazából nem lehetett még magyarul, de nagy részben sikerült, és akkor az volt, hogy amikor próbáltak a magyar ismerőseim hozzám szólni angolul, akkor azt mondtam, hogy bocsi, de nem beszélek angolul. És az lehet, hogy ilyen extrémnek hangzik, de igazából nekem ez nagyon bejött, és amiatt is nagyon gyorsan megtanultam. Nagyon nehéz volt, attól függetlenül volt, hogy minden nap elsírtam magamat tanulás közben, mert azt hittem, hogy hát ez így sohasem fog sikerülni, nem fogom tudni teljesen megérteni, nem fogom tudni teljesen kiéteni helyesen, meg most sem, egyébként van egy kis akcentusom, az bevallom, de igazából nagyjából sikerült megtanulnom, meg hallom a különbségeket a magánhangzók között, de igazából nyilván nem tökéletes, de azért nagyon sokat küzdöttem vele, azt hittem sohasem fog menni, de voltak ilyen kis áttörések, ami miatt így mentem tovább, és nem adtam fel. De igazából az egyik legnagyobb oka annak, hogy beszélek magyarul, az azért, mert imádkoztam, kértem Istentől a képességet, és akár hiszitek, akár nem, ilyen csodák történtek. Az egyik az volt, hogy igazából nem igazán tanultam, hogy kell magyarul olvasni, hanem voltam egy gyülekezetben, énekeltem, és kértem Istent, hogy Isten, szeretném tudni, hogy miről énekelnek, meg szeretném tudni, hogy kell ezt olvasni, meg kiéteni. És egyik pillanatról a másikra tudtam kiéteni, tudtam követni a dalszöveget, és tudtam a magyarokkal együtt énekelni a dicsőítés dalokat. És annyira ledöbbentem, hogy nem tudom megmagyarázni, csak azt, hogy ez egy csoda. Úgyhogy indult egy elég erős alap, hogy már tudtam igazából olvasni. Az a másik dolog, hogy nem értettem, hogy mit olvasok, de kiéteni tudtam így nagyjából a dolgokat, meg hallani a különbséget. Úgyhogy az az egyik legnagyobb áttörés volt. A másik az volt, hogy egy nyarat töltöttem Tatabányán, és egy idős magyar nénivel laktam, aki nem beszélt angolul. Akkor meg még azért nem teljesen folyékonyan beszéltem. Majdnem mindent megértettem, de sokszor nem tudtam kifejezni magamat.
és de vele nagyon-nagyon sokat tudtam gyakorolni, nagyon segített nekem, hogy rá voltam kényszerítve arra, hogy reggel is, amikor legelőször ébredek és iszom a reggeli kávémat, akkor is kell magyarul elkezdeni beszélni valakivel. Ilyenkor az ember nagyon fáradt és nem működik az agya, legalább én nem vagyok egy olyan ember, aki reggel fel kell úgy, hogy hú, mennyi energiám van. Nem olyan, mint a 2,5 éves fiam, aki 5-kor kell minden nap, és egyből akar játszani, meg ugrálni, meg rohangálni. Úgyhogy nem vagyok olyan, azért nagyon nehezen ment nekem, hogy reggel beszéljek magyarul, és a nyár végén már azt elértem, hogy tudtam egész napokat beszélni magyarul, és nem fájt a fejem utána, meg reggel is annyira magamnál voltam, hogy akkor tudtam magyarul beszélni, az tök jó volt. Aztán volt egy pár alkalom, hogy nyelvintenzíven tanultam az ELTE-n, Budapesten, úgyhogy ilyen nyári egyetemen tanultam. Szóval akkor meg összeállt szépen a nyelvtan, meg így ki tudtam fejezni magamat normálisan utána. Így a hiányzó részek meg voltak azután. Úgyhogy körülbelül 2 év alatt sikerült tanulni ilyen szinten beszélni. De nagyon-nagyon sok munka volt, nagyon nehéz volt. Magyar barátom is volt közben, abban az időben. Az is segített, hogy vele is beszéltem sokat, meg a családjával, mert a családja nem annyira, tehát a szülei nem beszéltek angolul, úgyhogy velük is magyarul beszéltem. Úgyhogy igazából csak körbe voltam véve magyarokkal, és nem beszéltem velük angolul. Szóval az nagy segítség volt. A második kérdés, amire válaszolni szeretnék, az azt, hogy miért pont Magyarországra jöttem. Nagyon sokan kérdeznek, és nagyon össze vannak zavarodva, hogy egy amerikai hölgy, az miért jönne Magyarországra, egy kicsi országa, ahol azt sem tudják, hogy hol van, Európában sok amerikai nem tudja. Egyébként elég vicces, mert tényleg olyanokkal találkoztam kint, akik azt hitték, hogy Afrikában van. És amikor hazajöttem az első alkalom után, hogy Magyarországra költöztem, akkor azt kérdezték, hogy Abi, milyen volt Afrika, meséljél már. És néztem, hogy hát nem Afrikában voltam, hanem Magyarországon. Hát de az anyám Afrikában van. Mondom, hát nem. Úgyhogy nagyon sokan vagy azt mondták, hogy Afrikában voltam, vagy összekeverték más országokkal, hogy valaki mondja, hogy milyen volt Törökország, milyen volt Románia, mert nem bírták megjegyezni, hogy Magyarországon voltam. Na mindegy, szóval nem az a lényeg, hanem miért pont Magyarország, miért jöttem ide? Miért? Miért költöztem Magyarországra? Na szóval az volt az első oka annak, hogy idejöttem, hogy volt egy program, egy bibliaiskolában, és arra akartam elmenni. És 19 évesen sikerült kijönnem erre a programra, és egész nyáron a Bibliát tanultam, és igazából ilyen óraim voltak, meg utaztunk, más országba is utaztunk, tehát ilyen nyári tanulás, igazából azért jöttem. De a nyár alatt meg nagyon sok minden történt, ami miatt így éreztem elhívást Istentől, hogy ide jöjjek, és akkor a nyelvet is nagyon gyorsan kezdtem el tanulni olyan szinten, hogy mindenki mondta, hogy hát ez így abszurd, hogy ilyen jó értelemben abszurd, hogy mennyire gyorsan tanulsz. Úgyhogy ilyen kis jelek voltak, most nem tudom mennyire belemegyek ebbe a videóba, de nagyon sok ilyen csoda, meg jel, megérzésem volt, hogy ide kell visszajönnem, meg annyira szeretem a magyar embereket, a kultúrát, szép is ez az ország, nagyon szeretem. Úgyhogy tanulni jöttem eredetileg, az a rövid válasz, de hosszú távon maradtam, mert utána Budapestre költöztem, zenével kezdtem el itt foglalkozni, megtanítottam angolt, és megismerkedtem a férjemmel, aki magyar, és akkor itt is ragadtam. Szóval röviden az a válaszom most egyenlőre erre a kérdésre, hogy miért jöttem Magyarországra. A harmadik kérdés, amire válaszolni szeretnék, hiányzik-e Amerika? Nagyon sokan kérdeznek, hogy nem akarok-e visszaköltözni, meg nem hiányzik a családom. De
mellette iszonyatosan hiányoznak. Nagyon szeretem a családomat, és nagyon közel voltam hozzájuk, mielőtt ide költöztem. Két lánytestvérem van, és magántanulók voltunk, úgyhogy nagyon sok időt töltöttünk együtt, meg az anyukámmal is, mert ő tanított minket sok mindenre. Úgyhogy nagyon hiányoznak, meg most is, inkább csak megszoktam, hogy távol vannak, de nagyon sok, tehát évekig igazából nagyon nehéz volt itt lenni. Most meg megszoktam, de azért hát a család az család, ezt nem lehet megváltoztatni, hát szeretem őket. Maga Amerika, az képzeljétek el, nem hiányzik nekem. Az hiányzik talán, hogy nagyon szép, tehát ilyen nagyon szép természet van ott. Meg néha a mentalitás hiányzik, mert az amerikai emberek ilyen optimisták nagy részben, meg hisznek abban, hogy el tudják érni bármit, bármilyen célt, bármilyen álmot, és nekem ez tetszik, bármennyire irreális, vagy bármennyire nyálasnak hangzik. Nekem ez az amerikai mentalitás, hogy megyek az álmaim után, ez nekem nagyon bejön, és én is úgy élem meg az életemet. Úgyhogy az hiányzik. De maga a kultúra, ahogyan élned kell ott. Kocsival kell járni mindenhova. Nagyon sok egészségtelen kaja van, meg egészségtelen ember van. Az épületek nagy részben nem érdekesek, nem mint Európában, ahol több ezer év történelem van, és nagyon régi épületek vannak, és szobrok, és az utcák is olyan régiesebbek sok helyen. Ez nagyon érdekes, nagyon szép, nagyon hosszú történelmetek van. Nálunk Amerikában azért nem létezünk olyan régóta, mint ország. Nagyon sok minden újépítésű, és csak nem olyan érdekes. Tehát ránézel is olyan unalmas, nagyon sok rész az ilyen nagyon unalmas, nincsen kultúra, ha csak nem a nagyvárosban élsz, akkor az emberek így nagy részben nem tudnak magukkal mit csinálni, nincsenek programok, nagyon sok kicsi városban nincs semmi, úgyhogy az a program, hogy megyünk vásárolni, otthon ülünk a tévé előtt, meg megyünk a McDonald'sba, meg ilyenek, szóval ez így nagyon unalmas. Tehát nekem az nem hiányzik, meg sokszor az emberek is olyan nem olyan érdekesek, ilyen szempontból, hogy aki vidéken nő fel, mondjuk ez lehet, hogy itt is igaz, aki vidéken nő fel, igazából az az egész világa, nem tudja semmit a világról, nem tudja olyan érdekes témákról beszélni, és olyan felszínes az egész, tehát ilyen felszínes dolgokról beszélünk, nem beszélünk olyan mély dolgokról. Na mindegy, szóval maga az amerikai kultúra nem hiányzik, a családom igen, a barátaim igen. Nagyon szeretem őket, és nyilván jó lenne, ha közelebb lakni. Visszamegyünk egyébként, jövő évben visszaköltözünk, de inkább picit félek, hogy nagyon nehéz lesz, mert nagyon szeretek itt lenni, és nagyon nehéz lesz költözni. Akkor a negyedik kérdés, amire válaszolni szeretnék, azt, hogy milyen nyelven beszélünk a férjemmel, meg a gyerekeimmel. Szóval a férjem, képzeljétek el, amikor először megismerkedtünk, nem beszélt egy szót sem angolul. Mármint egy szót lehet, de azért nem beszélt angolul. Szóval az első körülbelül fél év az magyarul, tehát magyarul beszéltünk egymással, és ő szépen lassan rájött arra, hogy lehet, hogy jó lenne azért angolul jobban beszélni, meg tanulni. Elkezdett nézni ilyen sorozatokat, meg mindent angolul olvasni, kezdett el velem is gyakorolni az angolt, meg a barátaimmal, és egy pár hónap alatt így megtanulta, és nagyon féltéken vagyok, hogy ennyire gyorsan tud belejönni dolgokba, ezt nem hiszem el. De úgy tanulta meg a férjem angolul, hogy igazából nem is annyira tanult, csak úgy hallgatta, meg beszélt. Úgyhogy azután meg átfordultunk, és nem magyarul beszéltünk nagy részben, hanem angolul. Úgyhogy most kivált egy olyan szokás, hogy angolul beszélünk egymás között, nagy részben. Az ő családjával, amikor megyünk hozzájuk, akkor magyarul, mindenki magyarul beszél. A gyerekekhez meg én beszélek angolul, a férjem meg magyarul. Van, hogy én is magyarul beszélek hozzájuk,
de nagy részben próbálok angolul beszélni, mert minden máshol így most jelenben magyarul beszélnek. Nagyobbik fiam jár bölcsödébe, ott is egész nap magyarul beszél, úgyhogy én vagyok az egyetlen lehetősége, hogy angolul beszéljen. Azt meg van, hogy ilyen meséket néz angolul, úgyhogy onnan is sok mindent tanul. Most meg az ötödik kérdés, amire válaszolni szeretnék, az azt, hogy nekem milyenek a magyarok. Nekem a magyarok azok ilyen picikét introvertáltabbak, mint az amerikaiak. Az emberek nem nagyon köszönnek egymásnak az utcán, csak kis falukban. Amerikában viszont mindenki, tehát nagyon sokszor van, hogy egy idegen jön hozzád beszélgetni a boltban, tehát szinte, hogy nem bírok boltba menni úgy, hogy nem valami beszélgetésbe beszállok, mert mindenki akar csak úgy ismerkedni random emberekkel, megbeszélni. Amerikában az meg nem úgy van általában, hanem így mindenki csak úgy csinálja a dolgát, megy, ahova mennie kell, nem áll meg, és igazából csak ilyen olyan helyeken ismer meg embereket, hogy munkahely, esetleg ha templomba jár, akkor ott is, család, vagy iskola, vagy ilyen helyek. Ilyen helyeken ismerkednek az emberekkel. De nekem az tetszik a magyar emberekben, hogy nagyon-nagyon hűségesek a barátaihoz, tehát ilyen hosszú éveken keresztül ugyanazokat a barátokat tartanak, meg fenntartják a kapcsolatot, és bármit megtesznek egymásért, tehát ha barátom vagy lényegében, tehát ha én magyar lennék és a barátom lennél, akkor megyek segíteni, ahogyan tudok, meg így, ha bajban vagy, akkor segítek, tehát egy amerikai ez nem olyan, tehát mi nem segítünk úgy az időnkkel, hanem inkább a pénzt dobunk össze-vissza, hogy hát, akkor küldünk pénzt neki, az jól van, nem viszünk, nem tudom, ilyen dolgokat egymáshoz, meg nem segítünk ilyen időigényes dolgokban, mert nem szeretünk az időnkből adni. Azt szeretem a magyarokban, hogy inkább az idejükből adnak, meg inkább jelen vannak, mint hogy sem így a pénzt így, na, és akkor megvan oldva, mintha az úgy barátság lenne, hogy pénzt adok. Úgyhogy szeretem ilyen szempontból a magyarokat, hogy ilyen hitelesek ilyen szempontból, tehát ilyen igazi barátok, és az nagyon jó. Magyarok, mindenki tudja, hogy van egy ilyen sztereotípia, hogy negatívak. Én azt mondanám, hogy nagy részben nem negatív, hanem nagyon racionális, meg ilyen realista, ha lehet olyat mondani, nem tudom, hogy ilyen, nem tudom, tehát így a valóság, meg a realitás, meg ami logikus, ami racionális, azt szeretnének, tehát egy munkahelyen maradni, mert az biztonságos például, vagy félre rakni pénzt, meg vegyenek egy kis lakást, tehát ilyen felelősségesen élni, dolgozni, meg igazából az van, hogy ilyen nagyon óvatosak, inkább azt mondanám. Tehát nem az van, hogy így minden olyan rossz a világban, meg minden. Igen, néha az is van, hogy így panaszkodnak a folytában, de inkább azt mondanám, hogy negatívak olyan szempontból, hogy nem hisznek abban, tényleg nem, hogy el tudjanak érni valami különlegeset. Tehát sokszor az van, hogy hogy el vannak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen munkahelyen, amivel nincs semmi baj, de mondjuk az amerikaiakhoz képest ez nagyon más, mert az amerikai mentalitás az azt, hogy minél többet érjem el, hogy kockázatot vállalok, hogy megyek az álmaim után, hogy nem félek a kudarctól. Magyarok meg nem akarnak megbukni semmiben. Nem akarnak, hogy ne tökéletes legyen, tökéletesen sikerüljön a dolgokat, de az a baj, hogy ez úgy nem a valóság, tehát nem fog minden tökéletesen megvalósulni mindig. Úgyhogy a pozitív, nagyon jó barátok vagytok, nagyon hitelesek vagytok, nagyon őszintek vagytok, nagyon szeretem az őszinteséget a magyarokban,
nagyon szerettem, hogy ilyen családcentrikusak. Meg hogy valamennyire még ilyen hagyományosan gondolkoznak sokan. Nem az van, hogy így nagyon ezt a nyugat, ilyen hiperliberális életbe belemennek, hanem ilyen kiegyensúlyozottak ilyen szempontból szerintem. Szóval azt szeretem, bennetek igaziak vagytok. Tök jó. Na, szóval ez 5 kérdés volt. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok, hogy néztetek. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, lájkolni ezt a videót, megosztani a barátaiddal, majd a videó alá is szóljatok hozzá, hogy milyen témákról szeretnétek videókat látni, illetve milyen kérdéseid vannak. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést adtatok. És akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Thank you.